Ha végzős vagy, és ezzel a kérdésed, hidd el, mi segítünk. Vagy legalábbis próbálunk. Én Edina vagyok. Én pedig Kex, és ez itt az Idejárunk. Ez egészen pontosan már a 6. adása a podcastünknek, hogyha az eddigieket nem láttad, akkor kérlek kattints ide, mert hogy azokban is borzasztóan fontos dolgokról beszélgettünk, nem csak a felvételi pontszámításról és ilyen általános bevezető tartalmakról, hanem már elkezdtünk elmélyedni a karokban és a szakokban, amelyek elérhetők itt nálunk a Debreceni Egyetemen. Ezek közül is végigvettük már a természettudományit, a műszakit és a gazdaságtudományit, és a mai adás alkalmával az állam és jogtudományi karral fogunk foglalkozni, vendégünk pedig Edina, a sajtóiroda social media csapatának a vezetője. Edina, bevezető kérdés, mindenkitől ezt kérdeztük eddig, és ezt is fogjuk a jövőben is. Meséld el kérlek a te felvételi élményedet. Hűha, hát nem most volt, és őszintén szólva nekem nem is volt egyszerű a döntésem, hiszen ugye én Székesfehérvárról jöttem, és azért Debrecennél a várost kiválasztani sem volt egy egyszerű lépés, de ennél nehezebb talán már csak az volt, hogy milyen szakra jelentkezzek. Uh-huh. Mert hogy én 6 évig emelt matekos osztályba jártam egyébként, és nagyon sokáig én abban voltam, hogy ezzel fogok tovább tanulni, és hogy milyen reál szakon fogok kikötni. Viszont az ugye elég feltűnő volt, hogy a 6 év alatt nekem a töri és a magyar volt a kedvenc tárgyam, ezekben voltam a legjobb is egyébként. Úgyhogy igazából, mert a magyar tanárom nagyon sokat segített, és hagyta is sokszor, hogy órát tartsak, én nagyon sokáig tanárszakra készültem. Wow. És amikor láttam a felvételt, még ez meg is volt nekem jelölve szakként, nem is egy egyetemen ráadásul. Viszont emellett ugye, mivel retorikával is foglalkoztam, meg nagyon érdekeltek ezek a dolgok is, így végül úgy döntöttem, hogy akkor a jogi kar lesz és jogászak. Milyen az élet a karon? Hogy kell elképzelni belülről a jogi képzést? Hát nagyon sok óránk van, és azért alapvetően szerintem egy nem könnyű szakról beszélünk, és egy nem könnyű karról, viszont emellett nagyon színes nálunk a hallgatói élet. Uh-huh. Tehát ugye ott van a hallgatói önkormányzat, akik nagyon sok rendezvényt szerveznek, ott van a szakkori, akiknek szintén nagyon sok előadásuk van, viszont van mellettük még 2 szervezet nálunk a karon, a Pro et Contra, akiknek nagyon sok hallgatói rendezvényük van, a jogász hétvégétől kezdve, jogi konferenciákon, nagyon sok minden. Illetve van egy nemzetközi szervezetünk is, az ELSA, a European Law Students Association, nekik is nagyon sok programot köszönhetünk hallgatóként. Ugye te egy ilyen érdekes kaktojása vagy, nem csak ennek a műsornak, hanem amúgy a sajtóirodának is, mert hogy te 2 karon folytatsz párhuzamosan tanulmányokat, és a másik pont az a GTK, amelynek ugye az adását múlt héten, vagy hát ezen a héten már láthattátok is a YouTube csatornánkon. Te ott kereskedelmi és marketing szakos vagy, az AIK-n jogász szakos vagy. Hogy látod, hogy mik az alapvető különbségek, vagy akár hasonlóságok a 2 kar között? Hát ugye nekem ugye 2-szer lettem elsős, ezért ez megadatott, és itt tényleg össze tudom hasonlítani a 2 kart. Szerintem az alapvető különbség az az, hogy jogász szakon nagyon sok szóbeli vizsga van. Uh-huh. Tehát nekem ugye most már van egy lezárt első évben a gazdaságtudományi karon, ott például első évben nekem nem is volt szóbeli vizsgám egyáltalán. Viszont annál többször került elő mondjuk a számológépen, tehát ugye a matekos részek miatt. Az AIK-n szerintem az, ami nehézség lehet, és ezt így elsősként, belépőként meg kell szokni, hogy nagyon sokszor szóbelizni kell, és a nehéz uh-huh. tárgyakból is, amikben mondjuk nagyobb anyagrészt kell egyszerre átnézni és megtanulni. Úgyhogy szerintem ez az, ami egy ilyen nehézség lehet bejövőként. Nagyon sok ilyen felvételi nyílt napon, Dexpon, edukáción találkozhatunk már, és találkozhatunk is még. Sokszor felmerül a kérdés, hogy mennyiben hasonlít akár mondjuk a mondok egy filmet, így például mondjuk a Dr. Szöszi világa az igazi, real jogi képzéshez. Hát azért alapvetően teljesen más. Tehát, hogy nyilván ott össze van vágva egy nagyon szép montázs arról, hogy elkezdi az egyetemet, nehézségei vannak, de tanul, és a végén így nagyszerű jogász lesz, és ez így nagyon jó, azért ettől lesz hosszabb. Tehát az, hogy eleve egy 5 éves szakról beszélünk, szerintem sokkal tovább tart, mint mondjuk, tehát többnek éli meg az ember, mint mondjuk egy alapszakot, és emiatt szerintem egy nagy elköteleződés is. A másik részről pedig
azért ez nem csak annyiból áll, hogy kírja az ember az Insta bióba, hogy ő most joghallgató, hanem nagyon sokszor le kell ülni, oda kell tennie magát, akkor is, amikor már nagyon fáradt, és már semmi kedve az egészhez, tehát szerintem sokkal nagyobb kihívás, mint ahogy ezt a filmekben látjuk. Ez azért az esetek 90%-ában így van. Ami még nagyon izgalmas, ugye az első válaszodban említetted meg, hát nyilván én tudom is, hogy te székesfehérvári gyerek vagy, és mégis a Debreceni Egyetemet választottad akár a budapesti konkurens egyetemekkel szemben. Miért döntöttél így? És megbántad-e, hogy így döntöttél? Hát először is nekem ugye az volt az elsődleges szempontom, hogy szerettem volna mindenképpen kolis lenni, önállóbb lenni, és egy kicsit kiszakadni otthonról, és a saját életemet irányítani és élni. Úgyhogy nekem ezért esett ki elsősorban Pest, mert úgy éreztem, hogy oda bejárósnak kellett volna lenni, mert nagyon közel vagyunk. Viszont innentől, hogy ugye a legközelebbi egyetemeket kizártam, innentől már ugye országos szinten ilyen 4-5 órányi útra volt az összes egyetem. Úgyhogy onnantól már igazából nem nagyon volt, ami Debrecen mellett szóljon. Megnéztem az akkori felvételi rangsort, ugye a HVG-nek ezt a felvis rangsorát, és akkor a legtöbb szempont szerint Debrecen volt az első helyen. Uh-huh. Úgyhogy nálam így került a debreceni jogikar az első helyre a felvételizésnél, és nem bántam meg. Mert egyébként olyasmit adott nekem a debreceni jogikar, amit szerintem Pesten nem kaphattam volna meg. Mert ugye sokkal kisebb a hallgatói létszámú, mint egy pesti egyetemnek, és sokkal családiasabb a kar is. És éppen ezért az oktatók is máshogy tudnak ránk odafigyelni. Tehát nekem azt, hogy most például sajtózással foglalkozok, és itt lehetek a sajtóirodában, ezt is egy kicsit ennek köszönhetem, mert volt egy konferenciánk, ahol segítettek abban, hogy én szósorosként ott lehessek és segítessek a karnak. Tehát, hogy nem szakmai szempontból is, hanem emberi oldalról is szerintem az oktatók ott vannak, hogyha valaki ezzel foglalkozik, és látják, hogy csinálni akarja. Ez szerintem a tökéletes zárszó ehhez a podcasthez. És tényleg ilyen, nem csak a jogi kar, hanem az egész Debreceni Egyetem, úgyhogy ha még vaciláltok, akkor én azt javaslom, hogy választhatok minket. Ha esetleg a szakkal vagy a karral nem feltétlenül vagytok tisztában, akkor egyrészt a felvi.hu-t ajánljuk nektek meleg szívvel, viszont emellett van egy olyan honlapunk, ami a beiskolázás.unidep.hu, ahol egy borzasztóan átfogó kvízen vezet át benneteket a rendszer, és a végén kidobja, hogy melyik a hozzátok legtesthez álló szak, úgyhogy ezt is ajánljuk szeretettel. Edina, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Benneteket pedig arra buzdítalak, hogy nézzétek itt minden héten, sőt, minden héten kétszer kerül ki ide a YouTube csatornánkra újabb és újabb videó, újabb és újabb szak vagy karbemutató, de emellett a TikTokon, az Instán és a Facebookon is ott vagyunk, azt se hagyjátok ki, és hát legyetek ti is debreceni egyetemisták. Sziasztok! Sziasztok!